A Veszprémi Magyar Kupa döntő előtt kisorsolták a 2014-es magyar-horvát közös rendezésű Európa-bajnokság selejtező csoportjait az arénában. A Bajnokok Ligája idei gólkirálynője, a Ferencváros jelenleg gyógyuló félben lévő játékosa, Tomori Zsuzsanna fontos szerepet kapott a ceremónia során. Abszolút jó volt, azért erre számítottam, hogy nem kell nagy dolgokat végezni, nem van, csak kihúztam egy-két gömböcskét. Szerintem egész jó csoportok lettek, úgyhogy ez is egy újabb dolog volt az életemben. Jó érzés volt itt lenni, remélem, hogy még 20 évben. A hetes csoport orosz, német, macedón, azt hiszem, hogy ők azért nem nagyon örülnek ennek a húzásnak, de hát mindig van egy-két nehezebb csoport. Úgy gondolom, hogy a hetes lesz a legnehezebb. Én oroszokra tippelnék, a tippelnek nekik várjuk, de azért ez még elég messze van. Tehát ez a másfél évre előre vetíteni, még annyira nem gondol bele az ember. Ha majd itt lesznek már a feladatok, kezdődik ugye két-három hónappal előtte, azért már sokkal jobban fogunk izgulni. Nagyobb teher lesz, mivel itthon játszunk, de örülök, hogy végre itthon Magyarországon lehet egy Európa bajnokság, és azon leszünk, hogy másfél évben belül csúcsformából legyünk már. Muszáj érni a távoznunk, úgy érzem, nagyon várunk, nagyon jól lesz itt, ha játszunk.